Egy számonkérés az úgy néz ki, ugye, hogy reggel bejövünk, elmondja a tanárról, hogy hogyan kéne csinálni az ételeket, akkor azt nekünk ott ugye előre ugye már meg kellett tanulnunk, de ez csak egy felébenítés, az az előzőleg már korábban lediktált receptek az előző héten, amit most főzünk meg. Azt meg kell tanulnunk otthon, itt még reggel még egyszer elmondja, hogy hogyan kéne itt csinálnunk, utána pedig meg kell főzni önállóan, közben fölteltünk neki kérdéseket, a végén pedig egy, amikor kész vannak az ételek, bemelegítjük őket, kitálaljuk, és a tálalást osztálja ezzel a tanár úr. Nagyon csiramillatot csapódtak ki, szóval ez a spárga krémleves. Ez így néz ki. Igen. Ez gombaleves. Ez ilyen található a borsóleves. Csak most ugye leülepedett tetejére a zsír, úgyhogy nem igazán lehet látni. Ja. Ez pedig a zeller krémleves. Néz ki. Hasonló a spárga krémleveshez. Hogyha mondjuk több ember között megy, tehát sok vendég között megy, ugye akkor vigyázni kell, el kell fordítani, és így tovább, neki mehet. Azért előfordul ilyenkor, az előbb is lehetett látni, hogy egy-egy gyerek összetöri az üveget. Vannak ügyes gyerekek, és vannak kevésbé ügyesek, tehát azért van, aki azonnal tudja, hogy mit kell csinálni. Ennek ellenére sokat kell gyakorolni, szinte mindenkinek. De a pince mindig leleményesen megoldja az elé háruló feladatokat, vagy nehézségeket. Ez egy alapelve a pincére? Abszolút. Talpra esettség, rugalmasság, kreativitás. Igazából ez a fajta művelet, ez egy látványművelet, ez a vendégeknek inkább a szórakoztatását szolgálja elsősorban. Na most, hogy elkészítetted ezt a nagyon incsiklandó ételt, amit most a vendégeid meg is esznek, te miért szerettél volna felszolgáló lenni? Igazából nem tudom. Amikor elkezdtem, akkor még csak úgy voltam vele, hogy édesanyám szállodában dolgozik, és így láttam, hogy ki merre, hogy mozog. Aztán úgy gondoltam, hogy szeretnék ebbe belekerülni. De most már, hogy így benne is vagyok, az, hogy miért csinálom, azért, mert jó látni azt, amikor egy ember nagyon-nagyon mogorva képpel jön be az étterembe, de úgy megy ki annak köszönhetően, hogy én hogy viselkedtem vele, hogy beszéltem vele, hogy tényleg úgy megy ki, hogy így hatalmas fültől fülig érő mosollyal megy ki. És igazából ez a legjobb, mert hát nem egyszer-kétszer történt olyan velem, hogy bejött egy csoport a szállodába, hogy a gyakorlati helyemen bejöttek vacsorázni, nagyon-nagyon, tehát iszonyatosan mogorvák voltak, és tényleg akiről azt mondtam volna, hogy nem tudom felvidítani sehogy, bármit csinálhatok, ő is úgy ment ki a végén, hogy tényleg fültől fülig mosolyel, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük a kiszolgálást és ezt a jó kedvet. Tehát neked ez egy célod, hogy úgy menjenek az emberek az étteremből, hogy na most ettem egy jót, és még a pincér is jó fej van? Igen, ez nekem egy célom, és én úgy próbálok mindenkit kiszolgálni, hogy ez valóra váljon. Én rendezvényszervezésben segítek, hirdetésben segítek, vagy pedig éppen amilyen feladat adódik, azt abban is segítek megoldani. Vagy segítek a kisebbeknek, ilyesmi. És milyen rendezvényeket szerveztek? Minden évben az állandóak az a két éjszakai sportrendezvény, az egyik ősszel, a másik pedig tavasszal. A szalagavatót is mi szoktuk szervezni, és annak az afterpartyjának is segítünk a megszervezésében. A gólyatábort mi szoktuk szervezni, előtte vannak különböző képzéseink, amik felkészítenek minket az IFI szerep betöltésére. Van két animátori képzésünk és egy elsősegély képzésünk. Mi leszel, ha nagy leszel? Én PR marketing vonalon szeretnék tovább menni. Valószínűleg külföldön fogok tovább tanulni, de szerintem így a Gundál szakmai előkészítésben kiváló ahhoz, hogy én
sikeresen tovább tudjak indulni. Tehát te akkor nem itt szerzel szakmát, hanem itt megszerzed az alapokat, és innen mész tovább egyetemre, meg komolyabb képzésre. Igen, mert nálunk ez úgy van, hogy én, hogyha fél évet még maradok az érettségim után, akkor én megkapom az idegenvezetői vizsgát, és az idegenvezetői címet, szakmát, és viszont én nem szeretnék idegenvezető lenni, meg én szeretnék minél tovább tanulni ezen a PR marketing vonalon, úgyhogy én itt a szakmai alapokat szedem össze, és onnantól megyek tovább majd. És amikor idejöttél, már akkor is tudtad, hogy ezzel a PR marketinggel szeretnél foglalkozni? Nem, még nem. Akkoriban az volt a vágyam, hogy majd egy saját kávéházam lesz, aztán egy ideig építészmérnök akartam lenni, igazából ez még mindig lennék, de mivel már ezen a szakmán indultam el, úgy döntöttem, hogy inkább a PR marketing vonalon megyek tovább. Mit csináltatok külföldön? Hát igazából ez egy Comenius projekt keretében kezdődött ez a külföldi kirándulás, és arról szólt, hogy először a németek jöttek hozzánk, az szeptember vége, október eleje környékén lehetett, amikor ők jöttek, 10 napot töltöttek nálunk, és eközben kezdtük el ezt a projektet csinálni, megbeszéltük a témákat, próbáltunk ilyen szempontok szerint szétosztódni és dolgozni rajta. Aztán pedig mi magyarok mentünk ki május elején 10 napra ugyanúgy. És ott is város néztünk, projektmunkával dolgoztunk. Hát az idei programban, mert ugye idén is sorra került ez, mi vezethetünk diákokat, ugye ezt a csoportot, és én személyesen nem vettem részt rajta, de Szandi idegen vezetett, és hát Budapest látványosságait mutattuk be, ugyanúgy, ahogy előző évben. Mert ott tudni kell, hogy mi idegenforgalmi tagozatosok vagyunk, igen, és mi ezt tanuljuk. Külföldön, vagy Németországban ugyanilyen szakos diákokkal ismerkedtetek meg, vagy hasonló iskolában mentetek? Nem, az teljesen más iskola volt. Az egy gimnázium volt, szakmai gimnázium. Tulajdonképpen ez egy ilyen gyűjtő gimnázium volt, mert mindenféle szakmai irányzatba indulhattak a diákok. Volt gazdaság szak, akkor ott ugye a gazdasági tantárgyak voltak, többségben vendéglátás, azon belül ilyen különböző szakmai ágak, cukrászat, szakácság, pincérség, és hát ilyen mindennapi munkákat is kipróbálhattak, mint például asztalos is, igen, volt, asztalos, festő, meg hát ilyen hasonló fizikai elég munkákat. Sok. Na és élelmiszerismeretben most feleltek, minden menni fog? Aha, okosak vagyok. És mit tanultak élelmiszerismeretben, mit kell ezt tudni? Most épp a vitaminokat veszünk. Hogy van nehezebb része ennek a tantárgynak, vagy az ilyen szerethető tantárgy, vagy ilyen sehogy nem vagytok vele? Hát aki szereti a kémiát, az szereti ezt a tantárgyat is.